Az országgyűlés határozatban utasíthatja vissza az Európai Parlament múlt heti állásfoglalását, melyben elítélték a globális minimumadó magyar vétóját. A múlt hét közepén nagy többséggel fogadta el az Európai Parlamenti szerdai plenáris ülése azt a dokumentumot, amely a globális minimumadó kivetése kapcsán emelt tagállami vétóról foglalt állást. Az Európai Parlament többsége kimondta, hogy az ügyben kialakult egy egység az Európai Unióban. Amit jelenleg egyedül Magyarország kormánya blokkol. Annak ellenére állítólag, hogy a tárgyalási folyamatok során az alapvetően gazdasági tartalmú különigényeit nagyrészt figyelembe vették. Ez ellen az állásfoglalás ellen bánki Erik a Parlament Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke szombaton határozati javaslatot küldött körbe a képviselőknek, amit hétfőn már meg is szavaztak a bizottságban, majd a napokban az Országgyűlésben is szavaznak róla. És itt is van velünk Balázs Péter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt Erről kívánok! A is reményeim szerint fogunk beszélni, de először a tegnapi nap eseményeiről. Nyilván külpolitikai szemmel, ugye a Reuters, a Bloomberg, a Szabad Európa mind-mind beszámoltak a tegnapi parlamenti döntésről és a tüntetésről is ennek milyen visszhangja lehet az Unióban egy ilyen hát vitatott, heves tárgyalási folyamat közepette, amiben a magyar kormány van? Az Unióban is és messze azon túl is reagált a világ. Ez esemény, ez világról szóló esemény volt, és kaptak egy élő illusztrációt arra vonatkozóan, hogy miként gondolja az Orbán kormány, a jogalkotással kapcsolatos egyeztetést. Tehát éppen mostanában tett szent igéretet arra, hogy ezen túl majd változik, és, és amikor új jogszabályt alkot, akkor lesz konzultáció az érdekeltekkel, civil társadalom. Hát itt az illusztráció. Itt a közvetlen illusztráció, hogy egy nap alatt átvernek egy törvényt, ugye ezt az egész világ megértette, ilyen nincs, ilyen vészhelyzetekben szokott lenni, itt vészhelyzetről szó sincs, de tulajdonképpen a lyukakat tömködi be a költségvetésen, amelyeket önmaga okozott választás előtti osztogatással, és akkor látván látják, hogy itt pillanatok alatt lehet egy rendkívüli eljárással törvényt alkotni, és utána fütyülnek arra, hogy mit De nem mondhatja ezt a, a magyar kor erre azt a magyar kormány, hogy igen, megígértük, majd így lesz, de hát még nem írtunk alá semmit, a pénz még nem érkezett meg, tehát ugye ez még nem az új időszámítás. Jó, hát a szava egy fontos, kritérium, és tulajdonképpen ez lett, lehetett volna például egy alkalom arra, hogy itt négy kiválasztott témával még egy tucatban lehetne uh, ígéreteket tenni az Európai Uniónak, de négy témát kiszemeltek, ebből ez volt az egyik, és azt mondaná, hogy lám, most itt van egy konkrét eset, így fogjuk csinálni ezen túl, és akkor bemutatja uh, rászán mondjuk egy-két hetet, de akár a, a törvényben előírt 30 napos konzultációt, ugye kormányon belül, a, e, egyéb tényezőkkel, és azt mondja, hogy ilyen lesz, tetszik látni? Uh -huh. Mi ezt ezt így gondoljuk. És ugye ez meg lehetett De csinálni. hogyha ennek tényleg ilyen olvasata van, akkor ez a Fidesz és a kormány szempontjából, amelynek nagyon-nagyon kell a megállapodás, mert az ország rászorul az uniós forrásokra, politikailag nem racionális. Abszolút, akkor miért? Nem. Abszolút nem racionális. Valószínűleg a szokásaiktól se tudnak ö, szabadulni, hiszen 12 éve ezt gyakorolják, hogy, hogy van ö, egy erős többségünk a parlamentben, azt csinálunk, amit akarunk. Ezt nagyon sokszor hallottuk különböző változatokban, hogy akinek többsége van, ö, az azt tesz, amit akar. Most is ez nyilvánult meg és hát azért, amit mögötte látunk, hogy nagyon sürgős a, a, a pénzek szerzése, tehát kiürült a kassa, zuhanó repülésben van a forint, e, tehát nyomasztó a gazdasági helyzet, e, ilyenkor kellene higgadtabban viselkedni. Ezzel a tegnapi nappal azt kimondaná, hogy távolabb kerültünk a megállapodástól? Mert a kormány tagjai most az elmúlt egy hétben minden szinten azt mondták, hogy mindent elfogadunk, amit Brüsszel szeretne, lesz megállapodás, jön. A pénz. Egyértelműen távolabb került. Tehát mondom, lett volna egy alkalom a bizonyításra, elmulasztották, sőt, az ellenkezőjét demonstrálták annak, mm. eh, amit eh, megígértek. Uh, ugye most a négyből egy feltételről beszéltünk, a többi három, ugye az orosz energiafüggetlenség, az, hogy a bírák is elrendelhetnek nyomozást, ha az ügyészség nem emelt uh, vádat egy vagy az, hogy az egy szereplős közbeszerzések Igen. arányát azt uniós szintre csökkentjük, ezek mennyire fajsúlyosak? A témák fontosak, az ígéretek nagyon könnyűek és könnyen kiátszhatók. Tehát az, hogy ezentúl majd kevesebb lesz az egyszereplős közbeszerzés, nem az az érdekes, hogy hányan állnak a startvonalhoz, hanem hogy kik nyerik. A kérdés sincs jól feltéve, tudnék azt lehetne megkérdezni, hogy az elmúlt 12 évben kik nyerték a legnagyobb közbeszerzéseket. Volt egy hasonló, jól megfogalmazott kérdés tavaly novemberben. Az Európai Bizottság már egy kérdéssorozatot küldött az Orbán kormánynak, és abban például megkérdezték, hogy a mezőgazdasági támogatásoknak kik voltak a legfőbb haszonélvezői. Ez egy jó kérdés, mert akkor össze lehet szedni egy listát. És a többieknél is hasonló, hogy arra nézve semmi garancia nem látszik egyelőre, hogy ha kapna pénzt az Orbán kormány, akkor annak egy jelentős részét az energiafüggetlenség megteremtésére fordítana. Nyilvánvalóan az orosz függésről van szó, ennek az ellenkezője történik, ugye kihúzta magát a csövön érkező olaj alól, Hát ez egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen lehet, hogy meg is oldotta a kérdés, hiszen meddig tarthat ez a háború? nem a végtelenségig, lehet, hogy még egy évig. Bőven kapott egy fölmentést arra, hogy mindaddig ő még a csövön érkező olajat használhatja megfelelő áron, és ez az egyéb ígéretekre is vonatkozik, hogy majd a bíróságon felül lehet vizsgálni, hogyha az ügyészség nem indít eljárást korrupciós ügyben, hát kinek a kezében van a bíróság? Kinek a kezében van a, a, az országos bírói hivatal? Hol... De a bírói függetlenség a hatalmi ágok között még mindig a legjobban áll, azért ezt szakértők is állnak. Hát elég viszonylagos, mert azért ugye az felvetődik, hogy, hogy egy kúria elnököt ki lehet -e nevezni úgy, hogy semmilyen ítélkezési gyakorlat nem áll mögötte, hogy az országos bírói tanács véleményét mennyiben veszik figyelembe, tehát sok sebből vérzik, az egész rendszer. Uh -huh. És tulajdonképpen az Európai Parlament, és ott egy igen aktív német zöld képviselő, Daniel Freund, pontosan erre mutatott rá, hogy az egész rendszer inog, ez egy kártyavár, és bárhol hozzányúlnak, most lehet, hogy a közbeszerzés lesz, így ki valaki, a másik az energiafüggetlensége, omlik össze az egész rendszer, mert így van fölépítve, hogy egyetlen hatalmi csoport, és azon egyetlen személy dönt mindenről. Emellé még tegyük oda, hogy az új Sargentini jelentés, illetve Judith Sargentini visszavonulása után egy francia zöldpárti LP képviselő készíti ezeket a jogállamiságról, demokráciáról, alapvető jogokról szóló jelentést, és vele készített interjút az rtl.hu. És az külön nagyon érdekes volt, egyébként nagy elmozdulásról nem számolt be, tehát azt mondta, hogy ugyanúgy a, a korrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége maga média helyzete szerint a legaggasztóbb Magyarországon, ami érdekes volt, hogy elég személyeskedően beszélt ő is, Varga Judit igazságügyminiszterről, amikor például úgy fogalmazott, hogy abban nagyon jó, hogy undok dolgokat mondjon a Facebookon, vagy az interjúiban, de találkozni nincs ideje, és ha még egyébként a delegációk találkoznak is, azt is ő a saját kommunikáció építésére használja. Ez mennyire bevett, hogy a diplomáciában ilyen személyes mondatok elhangzanak. Hát nézze ezt egy Európai ja, Parlamenti... A, hogy is tanuljon, a fogadj is Európai Parlamenti képviselő megengedheti magának, hogy minősítse a helyzetet. Egyébként ennek a jelentésnek, hogy ez egy 2018 óta tartó folyamat, és itt most egy, egy újabb változat készült el, a legsúlyosabb megállapítása az, hogy a helyzet nem javult, hanem romlott. A helyzet egyértelműen romlott. Hogyha volna együttműködési készség a kormányban, akkor azért valamit próbált volna legalább a kirakatot kicsit úgy átrendezni, hogy szebb legyen az összkép, nem lett szebb. És ugye azt nagyon világosan látják, hogy az új Orbán kormány felállásában valóban Varga Juditnak jut egy ilyen utcai harcos szerep, hogy ő, ő verekszik. Kicsit rendhagyó módon egyébként őt igazságügyminiszterként delegált az úgynevezett általános ügyek tanácsába is. Az ő helye az igazságügyi miniszterek tanácsában van, de azért, mint jogász, és mint aki Brüsszelben, úgy tűnik, hogy tud tájékozódni. Ő neki kell verekednie az úgynevezett hetes cikk szerinti eljárásban, ami ugyan csigalassan, de azért megy a maga útján. Na most ő, ő a rossz rendőr, és akkor Navracsics Tibor lett a jó rendőr, a mosolygós, a megegyezést kereső, de azért az a helyzet, hogy ennek a Jánusz aznak mind a két oldalát látják Brüsszelben, tehát látják, hogy miközben Navracsicsnak valószínűleg az a fő módon, hogy régi kapcsolatai alapján próbál egyezkedést keresni, Varga Judit pedig osztja a, a sallereket és kokikat, uh, ahogy Mesteri megmondta. hozzájuthatunk ezekhez a pénzekhez, amelyek amúgy elvesznek? Nem hiszem. Nem hiszem. Tudni nagyon sok feltételt kellene teljesíteni, most a lengyelek példáján látjuk, hogy ha van megegyezési hajlandóság, akkor azért van előrehaladás, de ott is azt mondta ö, ö, több európai illetékes, hogy jó-jó, papíron már megfelelően néz ki, szeretnénk látni a végrehajtást, és ezt fogják mondani a magyar esetben is, hogy meg lehet ígérni azt, hogy ezentúl konzultálunk a néppel a jogalkotásról, de szeretnénk látni a végrehajtást, és most láthatták az elmúlt egy-két napban, hogy hogyan gondolja a magyar Na, kormány. Ha ezt kezdtük, akkor ezzel is fejezzük be keretes szerkezetként, köszönöm szépen.